Viszörök, állj! Hátra, harc! Katonai tiszteletadás előzte meg a felújított sárpilisi világháborús emlékmű átadását. Az emlékművön 54 hősneve szerepel, akik az első és a második világháborúban harcoltak. A település lakóinak emlékezetében kitörölhetetlen fájdalmat okozott a két világégés. 1942-ben az innen elindult férfiak 80%-a soha nem tért már vissza Sárpilisre. Meg kell említeni, hogy roma származású áldozatai is vannak a második világháborúnak, tehát roma emberek is életüket áldozták a hazáért a Donkanyarba. A felújított hősi emlékmű átadásán Horváth Kálmán Tolna megye kormány megbízottja arról beszélt, az első világháború lezárásának 100. évfordulóján különösen fontos megemlékezni az áldozatokról, hogy hasonló szörnyűség soha ne fordulhasson elő újra. Fontos az, hogy ezekről a hősökről, ezekről az áldozatokról megemlékezünk, és méltó módon próbáljuk meg őket megőrizni az emlékezetünkben, illetve hogy méltó módon tudjuk őket meggyászolni. A sárpilisi emlékmű felújítását a helyi önkormányzat és az első világháborús centenáriumi emlékbizottság finanszírozta.